integrálódnak egy olyan világba, amit mi nem ismerünk, mert már öregek vagyunk is, nem értünk, de az ő világukban teljesen értelmetlenül válik ez a bizonyos visszajössze vagy nem jössze vissza. És ez egy, de ez egy nagy szektor, tehát ez nem ilyen egyedi sztori, amit most itt mondogattunk, hanem ez egy nagy szektor, és ez a jövő szektor. Utolsó kérdések egyike még föltehető esetleg. Hát ha nincs több, akkor nagy szeretettel üdvözlöm Forrai Katalint, aki éppen megérkezett. Köszönjük szépen, hogy el kell mennünk, de én tényleg hálás vagyok a meghívásért, de szerintem most nem fordulás. Nem érdekel az idén. Abszolút nem érdekel. Nem, hanem azért, mert a kérdések, amiket kaptam és a többi, az tényleg hasznosak nekem. Úgyhogy sok minden most másként látok, mint egy órával. Kedves kollégák, kedves ismerős és mindenképp nem ismerős jelenlévő, elnézést a késésre, tehát ebben az egy napra valahogy olyan sok szakmai program összegyűlt, hogy köszönöm, hogy ilyen különösebb oldalak és megváltozott ott a szünet utáni hajkolomba is. Amiről én beszámolok, az a tudás, ezt a címet is az üdvözlés mindenki hallotta, és a mentegetőzést a sét. Be kéne kapcsolni. Nincsenek befejezni. No, tehát amely írásról érintek beszámolnék, ezt a címet viseli. Kollégámmal, Orsós Annával írtuk együtt a tanulmányt. Sajnos, hogy nem tudok eljönni. Orsós Anna a Pécsi Tudományi Egyetem romológia tanszékének vezetője, docens, és ő maga az egyik cigány csoportba, bejárs csoportba tartozik. Nagyon régóta együtt dolgozunk, és úgy gondoltuk, hogy együtt vállalunk egy ilyen ezt a kutatás megírását, ahol ezen a témán gondolkodunk el. Ha az ember a cigányokra gondolja, talán ezzel kezdem, hogy miért mondok cigányt, és miért nem mondok romát. Magyarországon, a Magyarországon élő, egy népcsoport Magyarországon élő tagjainak, csoportjainak jelentős része saját magát cigánynak nevezi,
hagyományosan roma kifejezést az úgynevezett olácigányok használták magukra, és amikor hát ők tudták az érdekeiket megfelelően képviselni az Európai Uniós szintereken, és amikor tulajdonképpen ez lett a elvárás, igény, a politikai igény a Magyarország, magyarországi cigánysággal szemben is, hogy romának titulálja önmagát, akkor hát ez az igény ez részén szemben állt a hagyományokkal, tehát a magyarországi cigánysággal jelentős hányára korábban nem mondta magát romának. Másrészt szemben állt a hagyományoknak azon részével, amelyek specifikusabb etnikai hagyományok lesznek. Erről itt nem írunk, de most itt elmondom kicsit mélyebben is, vagy részletesebben is, hogy a magyarországi cigányoknak az a része, amelynek a csoportja, amelyben Orsós Anna kolléganőm is tartozik, őt Bejásnak hívjuk, vagy hívják magukat. A Bejás cigányoknak a nyelve soha nem volt az a romani nyelv, ami az olasz cigányoké, hanem az ő nyelvük, a Bejás, az egy román nyelvnek egyfajta saját használatban kialakított változata. 18. század vége óta érnek Magyarországon, vagy 12. század vége felé óta, tehát akkor költözködtek Magyarországra, a nyelvüket megtartották, és ami még legalább ennyire jelentőséggel bír, az, hogy a Bejásoknak nincs nagyobb hát, konkurense, vagy ellenfele, vagy ellensége a cigányságon belül, mint éppen az olasz cigányok. Tehát ki is gúnyolják őket, nem szeretik őket, úgy érzik, hogy versenytársuk, úgy érzik, hogy nemtelen eszközökkel győznek. Tehát ők, amikor arról van szó, hogy ők maguk is a romák, akkor nyilván nem szeretik ezt a dolgot. Egy képviselőjük persze szereti, meg elfogadja, aki politikai szerepet, vagy vezető politikai szerepben ül, de a nép egyszerű tagjai nem fogadják ezt el. Ennek a Magyarországon, ugye nem vagyok majd az még erre visszatérünk, de azt akarnám mondani, hogy Orsós Anna kolléganőm, ő Bejás, és erre is való tekintettel is, mivel Pécset szerveztük majd ezt a tanszéget, amit hát igazából romológia tanszéknek nevezünk, bár ugye ez a roma szóból származik, de ő, az Anna, mint Bejás, sosem mondaná magát romának. És éppen a Bejásoknak való tekintettel használjuk ezt a szót, hogy cigány és, vagy kifejezés, cigány és roma. Cigány vesző roma. Ennek a magyar. Nagyon röviden a magyarországi cigányság múltjáról egy pár szót. Ugye a 18. századtól van a magyar történelemben is hangsúlyosan megjelenítve a cigányság. Nem, mint az előtt nem létezett volna, hiszen vannak dokumentumok, levelezések, feliratok, amely emellett szólna évszázadok óta van Magyarországon cigány népcsoport, de a 18. századot azért érdemes meg emlékezetünkbe vésni, mert akkor annak a végéről datálódnak a Mária Terézének és II. Józsefnek a cigányság által nagyon rossz néven vett rendelkezései, amelyek, vagy cigányellenes intézkedései, amelyek többek között olyanok voltak, hogy a cigány családoktól el kell venni a gyereküket, és rendes magyar családokhoz kell adni, hogy ott azok neveljenek belőle rendes magyar piacozók, kereskedők, akármit. Amikor a második József is meghalt, rövid időt adott az ő uralkodása, akkor jó ideig nem volt szó magasabb szinteken a cigányokról. Azért itt a második pontnak az, hogy zenés, mert ez életük kerültem ottan ebből a szóból, mert a zenészekre gondoltam én, a cigány zenészekre, akik a feljegyzések szerint már Rákóczi Ferenc kíséretében is megjelentek, és a 19. században, amikor cigányokról volt szó, akkor leginkább a zenészek jutottak a beszélőknek az eszébe. Cigányzene, ugye máig is így mondjuk. Cigány nyelv felfedezése, tehát az, hogy van egy tagolt és rendszerezett, felismerhető nyelvük használnak ilyen nyelvet, az a 19. század
második felére, utolsó harmadára esett, amikor József főherceg, aki arról úgy bízta be magát a történelmébe, a cigányság történetébe, hogy kifejezetten elkötelezetten érdeklődött a cigány etnikum kultúrája, nyelve iránt, néprajza iránt és tudományos néprajzi jellegű munkákat is kezdeményezett. A 19. század bohém volt a hírneves 1895-ben cigány összeírás, így írták a cézével, írták a cigányszót, amelyben korábban is voltak olyan népszámlás jellegű összeírások, amelyek informáltak a cigányság jelenlétéről az ország egyik vagy másik területén. Ez azonban, ez a népszámlálás, egy teljes körű népszámlálás volt 1895-ben, akkor Magyarország egész területén összeírták a cigány népességet, nyelv szerint, foglalkozás szerint, és így tovább. Máig is szoktuk ezt használni, tehát mindig kivetkezik erre. Ez egy nagyon fontos terület. Azért jöttem fel itt a két passzusát, passzus még erre a múlt rossz és lap az aljára, mert a cigányságnak ez a két jellegzetes csoportja a 18. század végén, 19. század végén jelent meg, vagy szivárgott a Magyarországra. Akiket olácigánynak nevezünk, ez a roma népcsoport, ez a csoport a valószínűleg Románia önállóvá válása, függetlenné válása után jelent meg a magyar királyság területén, annak az a bizonyos területen, hogy Magyarországot mondunk, és addig nem nagyon hagyhatták el a lakhelyeiket, mert az önök rabszolga volt, hát elszökkentett önmagában, tehát egy nagy nép mozgalmi jellegű mozgásokat nem tudtak végrehajtani. És a másik cigány csoport, amelyik akkor tájt jelent meg Magyarország, a Magyarország területén is, ezek a bejások, akiről majd bevezetésként mondtam pár szót, Orsosan a korábban mondta a csoportok a bejás cigánynak minden hangokat. Ők az erdélyi területekről, majd Horvátország felé vándoroltak csoportjai, és a Dunántúlon telepedtek le, főként az erdélyi munkákkal foglalkoztak, fa megmunkálással, erdőbe recsengő, teknőványás, ilyesmi. A 20. században kicsit nagy értekkel haladok, de hát nem is akarnék kisebb, apróbb képéseket tenni, hiszen idő nagyon halad előre. A kávéházi zene az volt az a foglalkozási típus, és az a népcsoport, vagy embercsoport, foglalkozási csoport, amelyik kitüntette magát cigányként. A másik csoport, amit szintén gyakran jól ismert foglalkozási csoportok, az igazdasági munkások, ezeket a csoportokat területileg országterületén kötni nagyon nem nagyon lehet, hát nyilvánvaló az igazdasági munkások, azok az igazdasági területeken voltak inkább. Zenészek, azok pedig mindenütt az országban, tehát nem csak Budapesten, hanem minden helyen, hiszen a cigányzene az egy nagyon népszerű, nagyon vonzó szórakozási forma volt. A zenész nem földetlenül azt jelentette, hogy ilyen nappal zenélt az életőnek, mint hogy ma egy foglalkozásra gondolunk, szerencsákra, mindennek, hanem sok olyan cigány volt, aki dolgozott mezőgazdaságban, vagy akárhol mondjuk, és hétvégeken vagy ünnepén a lagzi alkalmával tudták el zenélni. A 20. századtól már elkezdődött, kitéltem fel a fai gondolat, híresedésre, tehát tulajdonképpen amikor Magyarországon belül, nem a fajokról kezdtek beszélni hivatalosan az emberfajon belül, akkor a cigányokat is elkezdték egyként különíteni el. A roma holokausztot írtam fel, ennek a gondolatnak a legborzasztóbb a pusztítása volt. Megjelent egy pár könyv erről a témáról mostanában. Én számomra az volt a megdöbbentő, nem mondok a korábban rá, hogy ez, amit nyomok holokausztként szoktam emlegetni, ez a borzalmas esemény sor, az 1945. januárjában kezdődött körülbelül, februárjában, tehát nem
úgy kell erre gondolni, mint egy négy-öt évvel keresztül tartó szörnyű pusztítást, hanem a nyilasodónak a legeltózultabb periódusában történt a cigányok összegyűjtése, Komáromi vár tüntette ki magát a tekintetben, sajnálatos volt a különösen. Ma napság, nagyon visszatérek erre még, 70-es évek, 80-as évektől a munkavállalás jellemzővé vált a cigányság nagyobb tömegeiben, és tehát a rendesített a nyugás a munkapiacra, és ezért aztán a rendszerváltáskor megjelenő munkanélküliségében rendkívüli módon sújtotta, mivel iskolázása ugyan jelentős mértékben előre haladtak, hogy haladtak iskolázásban, azonban nem érték el a átlagot, nem érte el a magyar átlagot, kicsit túl sokat átlagomról beszélek, de hát ez most tűnik csak föl, amikor már rendszerváltás után én iskolázási gondokról beszélünk, hogy azok az emberek, azok az embercsoportok, akinek a szülei éppen csak, hogy valamilyen iskolába eljutottak, elveszítették a munkájukat, a gyerekeiket már nem tudták, nem akarták tovább iskolázni. Tehát tulajdonképpen az iskolázás erősödése, ennek a folyamata megállt. A rendszerváltás után azonban mi minden társadalmak más csoportjaiban előtt jött a politika és a civil szerveződés, amivel együtt a öntudat is növekedett a cigányság öntudat. Pár szót a cigányságra irányuló kutatásokról. Már említettem, hogy a 19. század végétől már jelentős néprajzi kutatások folytak el népcsoport körében. Ki akarnék itt emelni, ez végül is itt erről szól az a írás, vagy a konkrétan az írás, két csoportja a kutatásoknak, a szociológiai kutatások, amelyet Kemény István és munkatársai kezdeményeztek a 20. századnak a 70-es éveiben, ha jól sorolom be. Ennek a kutatói csoportosulásnak és a kutatásoknak tulajdonképpen ma sem jutottunk a végére. Azok, akik annak idején részt vettek benne, némelyike máig él, és tovább viszi azokat a gondolatokat, azok nagyon fontos gondolatokat, amelyet ez a Kemény iskola által végzett cigány kutatásnak a megalapozása, a fő tendenciát jelentett. A fő mondani valójában a kutatásoknak az volt, hogy nem is a mondani, hanem azt mondanám, hogy az eredménye aznak, hogy a kulturális anyagi támogatásokat vezettek be a cigányság beilleszkedésének támogatására. Tehát a cél a társadalomi beilleszkedés volt, és ehhez adtak a kormányok kormányok különös anyagi támogatásokat. Később kezdődtek bármilyen mindig bevezetésként említett néprajzi kutatások, megalapozták ezeket, azok a kulturális és történeti kutatások, amelyek kicsit más szempontjait emelték ki ennek a kérdéskörnek, pontosabban a népcsoportok más tanácsolják helyezték a hangsúlyt. Az előző esetben a foglalkoztatás volt, az anyagi nyomor, a rossz rakás körülmények, tehát mindaz, ami a szociokulturális körülményekre vonatkozott. Eme másik témában pedig mindaz, ami a kultúra, a nyelv körébe tartozik. Nyilvánvaló, ugye az a nyelvfejlesztésnek a támogatása, aminek is van már egy kis múltja, önálló irodalom, önálló szervezetek megjelenése, ezeket soroltanak a helyre kérdéskör. A nyelv szerepét azért emeltem ki külön, mert ahhoz, hogy egy többi kevés önálló etnicitásról beszélhessünk, magyar viszonyok között a nyelvnek fontos szerepe van. A nyelvet tudjuk, hogy fontos szerepe van a identitásunkban, a kialakításában, a megőrzésében. Ezért, amikor a kutatók egyébként a cégeresek körében a nyelvet kutatja és annak a fejlődését akarja nyomon követni, vagy talán támogatni, akkor nagy mértékben az identitás erősítésének a célja belőle. Magyarországi cégen, nem csak Magyarországon, hanem Európában is a legfontosabb nyelv, amit a románnak mondunk, hogy a roma szóval fejlesztett, tovább fejlesztett főnév,
ebben a régi cigány nyelvben, régi román nyelvben több tájszólás van természetesen, és ebből a legkiműveltebb tájszólás a rovári, amit Magyarországon és tanítanak és használnak is. A romani nyelvben az Európai Unió, amikor a romák a cigányoknak a beillesztését elfogadja, vagy támogatja, vagy a szervezeteket támogatja, akkor erre a cigány csoportra gondolt. Tehát, és ennek a cigány csoportnak a nyelve is kifejezi a nyelvet, a léte is kifejezi a tartalmazott öntudatát. Fejás nyelv, ez van ez, amit a már többször emlegetett népcsoportnak a nyelve, ez egy bodári lát román nyelv végül is, 19. századból eredő modern lát nyelv. Orsós annak a reganőm szultát fejlesztette, nyelvtanátot fejlesztette ennek a nyelvnek. Nem tudom, hogy pontosan volt, honnan tudott mértékben, hogy számban, mert elérhetők ezek a kötetek. Ő esetükben a nyelvfejlesztés lehetősége és korlátai dolgval kell számolni. És végül is ide akartam kiukadni a jövő perspektíváját mérlegelvén, hogyha vissza tudtok gondolni, amit előzőre próbáltam mondani, elsőre próbáltam mondani, a cigánysággal kapcsolatban, a szegénység ismeretetlenség is ennek a felszámolás, a cigány középosztály kialakítása. Ezt mondom, itt kérjük, hogy nevezünk most azért, hogy sorolom be a asszimiláció kérdéskörébe, ugye gazdasági kihozzátkozás jelent ez a középosztályból integráció, de a saját kultúrának az elveszítését, önálló arculatnak a folyamatos elvesztését feltételezi. Még a másik lehetőség, az, amit csak egyszer önállóság megőrzésének mondtam, amit a cigánysággal foglalkozó kutatóknak egy másik csoportja, egy újabb csoportja erősít, hogy tehát őrizzük meg a nyelvet, és a cigányság váljon saját önálló kulturális osztályá, őrizzük meg a nyelvet, kapjanak ugyanolyan kulturális és politikai jogokat, mint más magyarországi kisebbséget. Ezt a gondolatmenetet, vagy ezt a célkitűzést többektől olvastam, legutóbb és akiktől olvastam, azok inkább a kolácidája roma népcsoportba tartoznak. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a két fejlődési lehetőség van a századunk végig. Kérdés, hogy a magyarországi cigányság Európa cigányságával együtt melyik irányba fog menni. Köszönöm szépen. Felhívom a figyelmet, hogy Kati ugye nem hallotta a korábbi előadásokat, hogy ez volt az az előadás, amely eleget tett annak az egyértelmű megrendelésnek, hogy a jövőről mondjon konkrét alternatívákat. Ugye mert ezt eddig az előadóink inkább elsikasztották, tehát Tamás parancsol. Nekem az a kérdésem van az előadóhoz, meg önmagunkhoz is, hogy tételezzük fel, hogy ez a két lehetőség van. Van sok minden lehetőség, de ezt nem látjuk. Ezt a kettőt most nevesítette Kati, melyiket tartja a valószínűleg felől, és kívánatosabbnak másfél. Hát az egyik megoldás az az, hogy a cigányság, roma cigány népesség mint egy leszakadt egészében társadalmilag stagnáló vagy leszakadó csoport, fölzárkózik, és hogy így mondjam, eltűnik. A másik lehetőség pedig úgy látszik, hogy öntudatát megőrizve, fejlesztve, megtámogatva különféle kutatásokkal, tevékenységekkel, intézményekkel politikai tudatra ébred. Melyiket látod valószínűbbnek, és melyiket látod kívánatosabbnak? Én azt mondtam, hogy nem tudom mondani, melyik lesz a valószínű.
Nem tudom, azt melyiket látom kívánatosabbnak? Hát, nehéz dolog válasz mondani, talán a másodikat. Na, kivéve akkor, ugye, de az a baj, amikor én maga tetovázom lejövő, nyilván nem érinkem híresen, hogy ebben a második, hát a ilyen osztályt, ami társadalmi csoportként, önálló, vagy etnikumként, öntudatosulás és önkifejezés, ez félő, hogy veszélyekkel jár a társadalmi békére. Tehát, hogy ez nem biztos, hogy olyan szép nyugodtan történik. Az első megoldás, ez nyugodtan történik, mert ugye hát az, hogyha jól értelmezem a megfelelő kutatásokat, akkor ez sokan gazdagodását jelenti, és azok nem tudnak ellene tiltakozni. Szegények tiltakozhatnak, de azok a szegénység ellenes tiltakoznak, ha nincs különösebb változás, akkor sem. Igazából nem tudom megmondani. Ehhez kapcsolódik. Az előadás utolsó mondatában említette Európát. Vajon hogyan illeszkedik a magyarországi román cigány népesség társadalomnak a mozgása és az ott felé folyamatok, meg a jövőben való gondolkodás az európai szintén? Én úgy érzem, hogy Európai Unió csöppet sincs nagyobb magabiztosságban ennek a kérdéskörben érvényé. Tudnének, hogy az, hogy elfogadták a cigányság létezését, mint etnikai csoport létezését, és lehetnek megfelelő pozíciók a Unió valamilyen szinten. Nem úgy, mint egy ország, nem mint egy nem, országgal bíró nemzetnek, de mégis mint egy önálló etnikumnak lettek megfelelő szervei. Egyfelől, tehát valamilyen szinten. Hogy arra gondolunk, hogy a EU-s programra, amiben Magyarország kapta meg a nálat, vagy itt a vezető szerepet másfél éve, vagy mikor, egy évvel ezelőtt, amikor Orbán Viktor volt a kormányon, akkor lehetett látni. Én azt gondoltam, hogy na majd mostan el fogják nevezni, most ki fogjuk, meg fogjuk mondani, hogy cigánok, igen, így, mit segítünk rajtuk, de nem. Szép lassacskán elment az egész beszéd arra, hogy hátrányos helyzetűek. Tehát elkezdett szó esni a cigányok felzárkóztatásáról, és derült ki, vagy jutott el oda az egész programalkotása végére, hogy nem is annyira a cigányokról van itt szó, mint a hátrányos helyzetűek. Tehát úgy gondolom inkább talán, hogy egész Európa abban érdekelt, hogy hátrányos helyzetű népességről beszéljünk, ne pedig egy új etnikumról, amelyik netán öntudatosodik, és tudom én, hogy a baszkok, vagy akár hány népen Európában, amelyik csak majd csinál. Igen. Pista. Ugye 25 év cigány politikáját áttekintve azt látom, hogy nincs felvállalt, tehát gyakorlatilag egyetlen pártnak nincs felvállalt cigány politikája, 10 cigányai vannak. Tehát igazán még az a technika, hogy mindenkinek van egy Kolpas Flóriánja, vagy Orbánja, vagy nem tudom, lehetne sorolni visszamenni, de tulajdonképpen érthető is, hiszen ha tudjuk azt, hogy a magyar választó polgárok 70%-a cigányellenes, akkor ezt tulajdonképpen nem is lehet felvállalni szerintem. Tehát legalábbis a magyar politikában nincs olyan párt, amelyik ezt felmeri vállalni, ezt látom. Tulajdonképpen az a kérdésem, hogy mit lehetnének azok az eszközök szerinted, amivel ezt az asszimilációt, hogy azt a fajta felzárkóztatást meg lehetne csinálni? Az egyik, amit cirkáltál először, az a népszámlálási 70%-ot, ország lakosságban 70%-ot cigányellenes. Én nem igazán bízom meg ezekben az adatoknak a hitelességében. Nem is vagyok benne biztos, hogy a cigány ellenessége mindenki dönszik. Azért mondom ezt, mert úgy vélem, hogy nem tudom, látom, hogy itt Pécset nekem, és itt megcsináltuk ezt a romoló tanszéget, így csináltuk ezt a folyamatot. 90-es évek végétől napjaink. Mikor az első cigány egyetemisták oda jöttek hozzánk, akkor ott álltak a folyosó végén, kis kupacban, amelyet nem mertek annyit el sem mozdulni, akkor kérdeztem tőle, hogy miért nem mentek oda a többiekkel beszélgetni. Kominálnak nem szerettek minket, minek tele volt panasz. Ma nem tűnik fel senkinek, jól érzik magukat, vidámak, kisek, és cigányok maradtak. Tehát nem akarnak más öntudatot, vagy más etnikumot, más kultúrát sugározni magukról,
saját magukat sugározzák magukról. Azt nem rejtem, olyan is volt, hogy egy-egy cigány fiú vagy lány, akit valami bekerült az értembe, oda nem ment a másik cigányhoz, lehetőleg megkeverjék össze, mert kérdezáról a nem cigányokkal barátkozott. Ma látom, hogy szóval nincs ilyen, nem tűnik föl az ilyen csoportosulás. Sőt, most az nagy dolog, hogy épp a héten találkoztam egy olyan cigány diákkal, akinek a barátja egy bejárt cigány fiú. Hát ilyen el sem tudták képzelni még pár évvel ezelőtt, hogy ők együtt barátkozzanak. Tehát a csoporton belüli vetélkedésektől áll is voltak. Hogy mit gondolok ezekről? Én valahogy úgy érzem, hogy ez a nálunk ilyen cigányok előbb-utóbb csak saját etnikumként fogják magukat definiálni. Tehát nem szegényként, hanem etnikai kultúra hordozója. Hogy aztán ez párttá alakulnak-e, akarnak-e pártot csinálni? Nem tudom, nem vagyok erről meggyőződve. Én nem szeretném különösebben már csak azért sem, mert én úgy vélem, hogy nem gondolkoztam ezek. De arra gondolok, hogy Erdélyben van-e magyar párt. Van magyar párt, ez nehéz ezt mondani, egy etnikai alapon szervezett, hogy párt azért az egy problémát jelent. Lehet, hogy mégis csak lesz szívánk. És lehet, hogy mégis sem. Én nem gondolkoztam. De szerintem milyen volt? Szerintem nem lenne rossz, ha lenne. Nagy volt benne. De volt rajta, mindenképp lehet, mert... Magyarul biztos, hogy én azt látom, miértel mondom, hogy mindegyik kormány elszabadult a cigánypolitikát, nincsen cigánypolitika, lehetne létre, tehát ugye most a közmunkát kitalálták, hogy mindenki közmunkás, tehát aki cigány, az biztos, hogy közmunkás, millió elemzés van róla, iszonyú megkülönböztetéssel, stb. Tehát gyakorlatilag egy ilyen termelő hadsereget csináltak belőlük, de azért nem tudom, láttam-e ezeket, hogy működnek. Én Debrecenben mindig látom, hogy a Szépsárba, Kardigánba leülnek a... Tehát kijönnek, leülnek a hotívjákba, és parkba elbeszélgetni. Tehát gyakorlatilag ugye ennek közmunkások, nem szorvos munkások. Tehát magyarul millió vizsgálat van, nem akar hívni azt mondja, hogy a közmunka egy nem megoldás. Egy megalázás, nem megoldás. Közgazdaságilag az egész kidobott pénz, annak ellenére, hogy biztos, hogy van valami fajta munkára szoktató hatása, az a pici pozitív hatása, na de léteznek más technikák is. Én csak ezzel kapcsolatban nem tudom azért beszállni. Csak azt akarnám mondani, hogy a közmunkának ez a típusa, hogy az utcát takarítják az árpokat, ennek tényleg van jelentős, mondjam, negatív oldala. Nem is kérdelkedik, mert bár, hogyha belegondolok, én vezetősök, mint hogy alkalmaz közmunkásokat, nem állítom, hogy csak cigány van, tanultam, nem cigány is, plusz szerve. Körülbelül 80% a cigány. Hát az könnyen lehet, hogy... A kombuszban csinált egy ilyen vizsgálatot. Én azt nem kértem, csak mondom, hogy mondjuk speciálnak, hogy úgy látom, hogy nem csak cigányok, hanem mindegy, nem érintem tőled ezt a munkát, magam nem is szeretném csinálni természetesen. De mondjuk, tíl, hogy jobb, mint a nulla. De amit másokat, amit közbeszóltam, az, hogy a közmunka egy csomó embert ismerek, akik közmunka, közforralkozásként mondjuk múzeumban dolgoznak, képtárakban dolgoznak, könyvtárban dolgoznak. Szóval amikor ez a közforralkozásról beszélünk, akkor ne csak a útkaparókra gondoljunk, hanem mondjuk a múzeumokra is gondoljunk. Nem egy nagyon jó dolog ez, hogy nem fizetésért dolgozik, hanem közmunkásként, de én például, akik én beszéltem ilyeneket, és merem azoknak jó volt, és örülök. Egy tulajdonképpen milyen azt akartam kérdezni, amit a... Fejüvei Anikó. És az még a Tamás és a Kustak Tamás azt kérdezte, hogy melyik utat látod te jobbnak. Én azt kérdezném, hogy a többségi társadalom melyik látja jobbnak, illetve azt, hogy milyen oktatáspolitikai eszközök lehetnek bármelyik útra is, mert az eddigi eszközök azok nem igazából váltak be. Illetve azt is gondolom, hogy van olyan hely már Magyarországon, ahol az asszimiláció már nem is lehet lehetőség, mert nincs kihez asszimilálódni. Mert vannak olyan
olyan zsáktelepülések, olyan járások, ahol a cigány lakosság aránya a 95%-ot is elérte. Jó, hát akkor most hirtelen csak a végére reflektek. Az asszimilációt nem biztos, hogy mit kell elgondolni, hogy a falusi ember a faluba asszimilálódik. Annak ellenére, hogy világos, hogy a környezetben asszimilálódik, és ez tudjuk, hogy így van. Hogy ezzel mi lesz? Hát ezt nem tudom, hogy megalapul, hogy nem tudom, nem tudom megjósolni, hogy lesz. Elég szomorú vagyunk. Tehát ezt sokan leírták, sokan elmondták már előtte, meg helyette, meg én nem is értettem a megfelelőimből, hogy ezek a falvak, olyan falvak, ahol nincs munka, ahol azért alakult ki ez a helyzet, hogy oké, meg volt valami eladni való, hogy mondjam, képzettsége, vagy fizikai ereje az ellentét. Nem volt túl sok gyereket előtt. Hát szomorú, hogy így van, és egy pillanatban én el sem tudom képzelni, hogy lehet ezt megoldani, csak reménykedem benne, hogy talán lesz egyszer olyan kormányzat, amelyik kivál valami megoldást ezekre a településre, akkor még is csak mosolyog azon, mert mondja, szerintem azt mondja, hogy hülyeség, amit mondok. Tehát miben reménykedje az, hogy itt felrobbannak azok az emberek, csak valójában csak kell reménykedni. Nem arra jutott eszembe, hogy a kis települések Mihály Péter azt mondta, hogy ez az ország sose vesz olyan mozgal, hogy a kis települések lakóinak ugyanazt a feltételt tudja biztosítani, mint akárcsak a városban. Mondd azt kéne, hogy kétszer két sávos itt menjen meg a Tiszalókra. Jó, hát ugye... Az asszimilációnak az a módja, hogy a kis települések megszűnnek. Ha így fogalmazok az emberek, és akkor így az a korai püstelyben elő, vagyis hogy leolvasható az ő mondatójáról, az a falusi szegényeket, egy kicsit mondja, falusi szegényeket beköltöztetjük a városba, és ezből a városi szegény. Ez nem egy megoldás, ez mondjuk, hogy mondjam, csak fejlesztéspolitika szemszögéből egy nonsens. Nem mondom, hogy nem lehetne megcsinálni, csak egy nonsens. Hát nem. Nem? Nem. Hát mi? Hát mert még nincs ennyi akkora hatalom koncentráció, hogy a falvakat ne lehessen zárni. Volt erre egy-két kísérlet, ez Erdélyben például, de ennek a valószínűsége még csak így szakmailag sem erőlt. Tehát az Erdélyben nem azért zárták be a falvakat, könyörgöm, hogy valamelyik népesség valamelyik csoportjával valami történjen. Ez ugye a folyamat a fordítottja, de ugye jelen pillanatban ugye a viták arról folynak, hogy a kis települési mi volt, hol, milyen olyan extra fejlesztési pénzek következnek, amitől a kis települések fennmaradnak. Ugye különben elfogynak maguktól. Tehát nem arról van szó, hogy ez egy hatalomkoncentrációs kérdés, hogy a falvakat becsukni, hanem a dolgoknak az a normális menete, hogy a kis települések megszűnnek, mert kis településen rossz élni. Nem minden kis, és nem, ez nem biztos. Hát ennek pont éppen a roma kérdésben pont az ellenkezője történik. Nekem Észak-Borsodban van egy meglehetősen erős település, és nekem ott pontosan azt történik, igen, az emberek elmennek a kis településekről, mert rossz ott élni, és nincs munka, és nincsen semmi lehetőség. Itt mennek el a magyar etnikumúak. És így marad az egész egy óriási nagy szegregátum. Nem fogy el, egy cseppet sem fogy el. Egy-egy kiemelkedően értelmes elmegy Nepesre, Angliába. Persze. Nekem is Észak, illetve Pest megye, Észak, illetve Nógrád megye környékéről hasonló a tapasztalatom. Lehet, hogy ez erkölcsileg helytelen, hogy ezek itt legyenek a faluba, de ez sajnos ott vannak. Megmaradnak. Tehát az MPT feltételezése szerint a kis falvaknak el kellene pusztulni, de nem pusztulnak el. Persze, van egy ilyen sajátos perspektívája a jövőről. Kérdezhetek valamit? Nyilván itt feltételezéssel kell élünk, de mégis, hogyha azt
azzal a karinti bombóval, ha élhetek, ugye a múlt jövője a jelen, és hogy miután ez a szám a jövő számára szól, hogy látsz-e a múltban olyan történelmi eseményeket, amelyik ezt a dilemmát valamilyen módon hát, hogy érzékeltette, milyen feltételekkel történik, micsoda. Itt délelőtt, vagy illetve délelőtt, tehát a fáradtságomhoz képest délelőtt, a hadas előadásában egy ilyen több évszázados trendet mutatott ki, és talán ez inspirált, hogy itt Magyarországon is voltak ilyen típusú problémák, mondjuk a jászok és a kunok, amelyek teljesen eltérő kultúrával, teljesen más kulturális dinamikával jelente meg, nem kis politikai és gazdasági feszültséget okozva. Na most természetesen a műveltségemet jelen rendkívül korlátozott, de te, aki ezzel a típusú problémával foglalkozol, látsz-e valahogy, akár Magyarországon, akár más országban? Ez nagyon jó példa, hogy játszok el a kunok. Hogy hogyan történik, van az a történet, mitől van ez, hogy ezek integrálódtak, vagy meg is maradni valamelyes formálisan a jászság, meg a külség. Szóval hogy van ez? Tudod ezt analógiaként? Tamás, ehhez akarsz szólni? Igen. Mert úgy érzem, hogy én tudok válaszolni a Gézának. Lehet, hogy te is tudsz. Na, mondjad akkor. Na. Hát ugye a különbség a jászság között, és a cigányság között az, hogy a jászok kunoknak politikai tudatuk volt, és meg is van. Ezt egészen a 18. század második feléig megőrizték, és áttették egy olyan jogi konstrukcióba, ami abban a korban értelmezhető volt, abban az önmegváltásban, amit a Habsburg irodalom elfogadott. És attól kezdve ők ugyancsak ugyanazt a öntudatot megőrizték, bár nem mindig tették hozzá a kunyos jász, tehát volt egy öntudat. Na most ez az, ami a cigányságban pillanatja nincs, és most mindenki azt mondja, milyen azt mondjuk, vagy azt mondjátok, hogy ezek egy ilyen kormányzati szemüveget fölvéve azt mondjátok, hogy segíteni kell őket, hogy felemelkedjenek reménytelen, mert sokan vannak, meg stagnáló települések, térségek, stb. Én két dinamikát látok a cigányságban, mondom, minél látjuk, csak éppen nem gondolom rá, az egyik a demográfiai dinamika. Tehát ugye az a család mennyiség és növekvő gyerekvétszám és így tovább, amely a cigányságot jellemzi. Ez egy erős dinamika, és erről nem beszéltünk. Ugye ez torkolik abban a félelemben, hogy Úristen, a gyerekeknek a többsége az iskolában már cigány lesz. Vagy lesz, vagy nem lesz. Ezt, van egy ilyen dinamika, van egy ilyen elképzelés. Előre lehet vetíteni a trendeket, aztán beválnak, nem válnak másképp. Van egy másik dinamika, amiről viszont nagyon kevés szó esett. Ez a cigány társadalomban, ha van ilyen, az átalakulása. Azok a képek, amiket eddig felvetítek, például a 25-30 évvel előtti cigányságról alakult ki. És nem vetünk kellően számot azzal, hogy a cigányságban is megindult egy erős középosztályosodás. Más kérdés, hogy meddig jutott el. De mi például, Kati meg én, kedden délután és este ültünk egy társaságban, amelyben főképpen cigányok voltak, és akik arról töprengtek, hogy milyen típusú cigányzenét, milyen cigány törzset játszanak, és azok hogyan keverednek, vagy nem keverednek. És ezt nem azért mondták el, mert szép érzékük volt, hanem azért mondták el, mert őket, azt a társaságot, amik ott ültek, ez kötötte össze. Most én azt látom, hogy, vagy azt vélem, hogy ez a cigány középosztályosodás, vagy azt remélem, a következőkben több olyan jelenséget fog, vagy folyamatot, vagy átalakulást fog elindítani, amelyet a tegnap előtti tapasztalatainkra még nem látunk. Én két típusát a középosztálynak vélem felvetem, de a Kati kutatásaiban és a férje, a Hegedűs András kutatásaiban ez már régóta megjelent, csak nem nevesítettem. Az egyik ez a
gazdaságilag kiemelkedő középosztály. Ugye elkerül egyik része a bűnözés, a másik része a sikeres vállalkozása. A másik része ezt eléggé ismerjük, csak most nem tettük bele a képet. A másik része az pedig egy kulturális iskolázottsági középosztályosodás, amit azon a térfélen, ahol a romológia tanszék dolgozik, meglepő módon lehet látni. Hát ott találtunk már olyan cigányokat, akik egyrészt természetesen veszik, hogy cigányok, másrészt nem különösebben iskolázottak, és mégis az autentikus zenét nagyon fontosnak tartják, és művelik, és igyekeznek előre juttatni. Ami egy nagyon furcsa jelenségvilág, és engem és Katit is sokszor emlékezteti a tiszántúli parasztság a 20. század első felei fölemelkedésének. Ebben volt egy potenciál, ebből lettek aztán a népi tehetség. Ugye ez egy nagyon érdekes folyamat, és úgy érzem, hogy erről nincs elég diskurzus Magyarországon, hogy hogyan válik a cigány középosztályá, és mondjuk a bűnöző alapú eredeti tőkefelhalmozódás hogyan tevődik át működő tőkévé, és hasznosan működő tőkévé, stb. És a szellemi tőke, szociális tőke, inkább így mondom. Én ebben keresném valahogy a jövő útját a cigányságban, vagy ezt is belekalkulálnám, amikor jövő. Én köszönöm. Mi sokat szoktunk a Tamással beszélgetni erről a kérdésről, természetesen, mert hát akár együtt elmegyünk Pécsre, akár Debrecenbe, vagy éppen azon arról van szó, hogy tudok éppen valamit is kérhetve a tanácsot. Meg kérem, hogy olvass el és mondjam, hogy jól van. Akkor ezek mindig létező és megvitatott témák. Én tudom, hogy hallom. Nem mindig gondolkodott a Tamás. Lehet hallani majd a kedves követék, hanem mondjuk ő számára is idegen csoport volt, idegen populáció volt, hogy nem értette, hogy hogyan lehet ezekkel a emberekkel kommunikálni. Én nagyon kérdeznék, hogy az oktatással kapcsolatos mostani tervek vagy jövőbeli lehetséges mozdítása a dolognak, mert volt egy elég sok ilyen program már, és én még nagyon emlékszem azokra a tervekre, amikor azt mondták, hogy akkor már a bölcsödétől kell kezdeni azt a nevelést, amelyik egy kicsit a kultúrába, jobban magyar kultúrába bevezeti őket, azért, hogy legyen beszédkészségük, azért, hogy az iskolában sikeresebbek legyenek. Tehát, hogy mi a helyzet azzal, hogy ő velük külön foglalkozni, mert hogy ugye itt van ez a trend, amelyik törvényi szintre is emelkedett, hogy nem szabad szegregáltan oktatni, de ugyanakkor szükségük lenne arra, hogy kezdettől kezdve kiemelten foglalkozzanak azokkal a szükségletekkel, ami őket jellemzi. Hát én ezzel kapcsolatban tudok valami nagy jóslatokat mondani. Azt gondolom, hogy ezek a programok, amelyek a kicsiket, tehát a mondjuk a óvodáskortól iskoláskoron át, a cigány, a szegény, hátrányos helyzetű iskolázatlan településben élő cigány gyerekeket, fiatalokat próbálják felzárkóztatni. Ezek máig is vannak, nem tudom, hol több, hol kevesebb számban működnek ilyen a tanodák, óvodák, hogy mi lesz ezeknek a sorsa, de nem mondanak nekem, hogy ezek jó kezdeményezések. Tulajdonképpen azt látom, mondjuk a mi pécsi szakkollégiumunk esetében, hogy a kormányzati támogatás pont az előbb kicsit vázlatos, amikor fölemlített EU-s politikákkal kapcsolatban, hogy ezek már nem egyszerűen cigány vagy roma szakkollégiumok, amik vannak az egyetemen, hanem legalábbis az államiak, hogy mondjam, hanem mindenképp benne kell szerepelni, nem cigánynak és nem olyan a hallgatónak is. Úgy vélem, hogy ennek a üzenete az, hogy nem egy etnikai csoportnak a támogatásáról van szó, hogy szegény, hogy milyen
diákoknak a segítéséről, akik lehetnek éppen cigányok, elkötelezni. Az, hogy ez tendencia szerint, hogy miként alakul, én nem tudom, azt látom, hogy kormányzati periódusonként, vagy ilyen EU-s tárgyalási akciónként módosulnak a hangsúlyok, és akkor akik ilyen dolgokat akarnak, támogatnak, szerveznek, azok igyekeznek úgy alakítani a programjaikat, úgy megfogalmazni a ténykedésüket, hogy ne essenek ki a kedvezményezetek köréből. Az, hogy lesz-e olyan, hogy pontosan csak a cigány népesség sorsának, vagy képzettségének emelésére irányuló EU-s politika, nem tudom. Fogalmam sincsen, nem tudom már, de én azt hittem, hogy lesz, azt hittem, hogy van, és derült ki, hogy mégsincs oda. De én úgy érzem, hogy ezek inkább csak ilyen, nagyon jól megszoktunk ki Magyarországon, hanem politikával, vagy játékokat, a politikával, tehát valamit kimondta, annak jelszavak, és akkor az ember egyszerű gyarló ember megpróbálja kikerülni a jelszót, és úgy megcsinálni. Ugyanazt, hogyha azt mondjuk, hogy létezik ilyen, vagy lesz-e ilyen, akkor ezen a módon. Azt látom, hogy az Európai Unió nem akarja ezt mostan, tehát azok a pénzek, amik úgyis EU-s forrásból költenek tanodákra, meg szakkollégiumra, azok úgy költik, úgy bennek ezekre a célokra, hogy mindig van az a kis trükk hozzá, hogy nem csak cigány, hanem más, hanem nem cigány, szegény is legyen benne a csoport. Tehát nem etnikai programok ezek, hanem szociális programok. Attól még elgondolhatónak tartom az, hogy a cigányság úgy szerveződik, hiszen Manikóval ilyesmit kérdeztem, amikor is elterelődött a szkolára, úgy szerveződik, hogy az etnicitását, a saját kultúráját ad hangsúlyt, és a köré szervezi meg önmagát, nem pedig a szociális adottság, a szegénység köré. Amit akartam volna mondani, hogy is lehet volna mondani, a szegénység köré szerveződik, a szegénység felszámolása köré szerveződik egy, nem tudom, egy osztály, egy csoport, egy társadalmi réteg, vagy pedig a kulturális javak köré, a kultúrás örökség köré. Ezek nagyságrendi kérdések vannak, tehát hogy van egy cigány középosztály, ami akkora, mekkora, és tudom, az egész magyar társadalomban van egy, hogy mondjam, radikálisan növekvő szegénység, radikálisan növekvő szegregáció, és így vagy úgy vagy amúgy, de növekvő arányban vesznek részt ebben az utóbbi történetben a cigányok. Tehát persze lehet azt mondani, hogy ez a